Könyvtárak az emberekért. Ez a mottója az Országos Könyvtári Napoknak, amelyhez az idei esztendőben is csatlakozott a Kertész László Városi Könyvtár. A szakemberek egész héten át tartó programokat kínálnak a böszörményieknek. Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat eseményei most két jelentés évforduló köré csoportosulnak. 30. születésnapját ünnepli az Informatikai és Könyvtári Szövetség, illetve 15. alkalommal kerül sor a könyvtári szakma legátfogóbb, legtöbb intézményt és résztvevőt megmozgató rendezvénysorozatára. 2019-ben a projekt keretében 1777 település és 2101 intézményben 6234 eseményre került sor, ami kitűnően példázza a hazai könyvtári rendszer összehangolt működését. Bízunk benne, hogy az idei év is ilyen sikeres lesz. Ilyenkor témakörök köré csoportosítják a rendezvényeket. Idén 6 témakört neveztek meg. Az Ünnepeljünk Együtt, Történelmi Időutazás, Nagy Könyvtári Beavatás, Az Én Könyvtárosom, Olvas az Ország is, Irány a Természet. Ennek keretén belül ma könyvbemutatót fogunk tartani. Círmainé Kocsis Róza az Idők mélyén című kötetét mutatjuk be. Gyulai Edét gimnáziumi tanár fog beszélgetni a szerzővel. Ez a történelmi időutazás témaköré csoportosítottuk. További programjaink között csütörtökön 10 órakor online filmpremiéren vehetnek részt a Facebook oldalunkon. Bemutatjuk Vargaréka kisfilmjét, névadónk Kertész László címmel. Szintén csütörtökön délután 3 órakor Irány a természet, légy környezettudatos vásárló címmel Szekeresné Kovács Brigitta, a Csuporka volt tulajdonosának előadását hallgathatjuk meg. Egész héten megtekinthetik a Minden természetesen a Csuporkától című kiállításunkat, illetve beiratkozási akcióval várjuk olvasóinkat. Mit tapasztaltok egyébként évről évre, mennyire fontos és sikeres ez a programotok? Borzasztóan fontos ez a program, ilyenkor tudunk igazából közvetlen kapcsolatot teremteni az olvasókkal, ilyenkor tudunk új olvasókra szert tenni, illetve személyesen találkozni a felhasználókkal. A programsorozat részeként történelmi időutazásra várták az érdeklődőket Círmainé Kocsis Róza az Idők mélyén című kötetének könyvbemutatójára. A szerző beszélgetőtársa Gyulai Edit gimnáziumi tanár volt. Ez egy történelmi olvasókönyv, nem monográfiát írtam, mert az időhiány, meg a körülmények, ugye most nagyon nehéz utazgatni levéltárakba, könyvtárakba, egyebek, főleg külföldre, ezért úgy döntöttem, hogy csak történelmi olvasókönyv lesz belőle. Búza történelmébe pillantunk bele. Azért választottam, mert nincs szakirodalma. Ez a történelmi Szolnok-Dobóka vármegye egyik települése volt, mezőváros volt, ma egy községi szintre visszasüllyedt kis szórmány település, és hát személyes kötődés is van, hiszen férjem itt született. Kutatásai során mit tapasztalt, mennyire izgalmas volt ez a téma? Hát nem először írtam már helytörténeti dolgot, vagy akár monográfiát, számomra ez mindig rendkívül izgalmas. Ugye az egyik szakom az a történelem szaka, és engem mindig izgatott, mai nap is izgat, a rész és az egész viszonya. Úgy gondolom, hogy a részekből áll össze magasabb szinten az egész, vagyis a helyek történetéből a nemzetek története, illetve a nemzetek történetéből az egyetemes történelem. A hajdúböszörményi olvasó közönség számára miért is lehet ez kifejezetten fontos és értékes, érdekes olvasmány? Hát aki érdeklődik a történelem iránt, teljesen mindegy, hogy böszörményi vagy nem böszörményi, nyilván érdekfeszítő lehet számára. A másik dolog pedig az, hogy hát tőlünk egy olyan 340-50 kilométerre keleti irányba, de szinte ugyanabban a koordináták között meghatározható, mint böszörmény, és hogy éltek ott, hogy élnek ma, hiszen az is egy mezőváros volt, mint ahogy böszörmény is egy mezőváros volt, és hát ez ügyben egy kis betekintést nyerhetnek a böszörményiek is.